Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, önök az Infotelevíziót látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Szabó Krisztina, a járóbetegellátási központ újonnan kinevezett vezetője, arról számolt be, hogyan sikerült átvészelnünk a kialakult krízishelyzetet. Tehát gyakorlatilag ősszel egy elég komoly krízishelyzet alakult ki a járóbeteg központnál, aminek több oka volt. Az egyik az ön által említett uniós támopos pályázat. 2014. januárjában indult ezen a pályázaton az intézmény. Nyert el egy uniós támogatást, ami a szakorvosok bérét és járulékát célozta volna. Illési Baja védőnő stúdiónkban számolt be arról, hogy egy sümegi civil szervezet gyűjtésének köszönhetően egy új nőgyógyászati ultrahangos fejet sikerült beszerezniük. Amikor nem csak siman az ultrahang fejjel, hanem egy speciális úgynevezett hüvelyi ultrahanggal is meg tudják a nőbetegeket nézni, és ezért volt arra szükség, mivel ez nem volt, illetve volt valamikor sümegnek egy ilyen ultrahang fej, de elromlott, nem volt javítható, tehát a szakrendelőnek nem állt a rendelkezésére, és úgy gondolta ez az egyesület, ez a Menopauza Egyesület, hogy akkor egy ilyen civil kezdeményezéssel mi megpróbáljuk ezt a pénzt összegyűjteni. Tuzson Bence, a Fidesz frakció szóvivője, és Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke Ajkán tartott sajtótájékoztatót. Nagyon fontos és kemény feladat elé állított bennünket is, hiszen méltó utódot kellett találnunk Lasztovice Jenőnek, és Fenyvesi Zoltán személyében úgy gondoljuk, meg is találtuk az alkalmas jelöltet. Vég László, Sümegváros polgármestere, stúdiónkban számol be szociális törvény módosításának hatásairól, a településfejlesztési koncepcióról és a közelgő választásról. Ezért kellett nekünk március 1-i határidővel újraalkotni a szociális rendeletünket. Igen, érinti, de mielőtt valaki azt hinné, hogy ezek olyan gyökeres változások, legalábbis a lakosság vagy a szociális segélyeket igénybe vevők szemszögéből, azért szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy tulajdonképpen nem, erről szó sincs. Március 8-án Sümegvárosa is köszöntötte a hölgyeket a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Kérem, tekintsék meg aktuális híreinket. Tisztelt tévőnézők! Közelít az adóbevallások elkészítésének határideje. Kérem, hogy amikor adójuk 1%-áról nyilatkoznak, gondoljanak a helyi lehetőségekre, hogy pénzük saját környezetükbe hasznosuljon. Engedjék meg, hogy bemutassam a Kisvaludi Sándor Gimnázium alapítványait. A Darnai Kálmán alapítványt az általános iskolával közösen működtetjük. Célja a szociálisan rászoruló tanulók segítése, a tanulmányi munka, sport és szabadidős tevékenységek támogatása, az iskolai eszközállomány bővítése. Mártonfi Sándorné, dr. Mészáros István alapítvány. Célja a hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányainak támogatása, valamint a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Dr. Mészáros Ábrahám Alapítvány. A többszörösen hátrányos helyzetű tanulók támogatása abból a célból, hogy fel tudjanak zárkózni tanulótársaikhoz. Dr. Stach Dezső Alapítvány. A sümegi Kisfaludi Sándor Gimnázium és Zeneiskola mindenkori diákjai közül a legkiemelkedőbb közösségi tevékenységet végző tanulók jutalmazása, valamint magas színvonalú képzés feltételeinek támogatása. A Sümegi Zeneoktatásért Alapítvány. Célja a művészetoktatás eszközfejlesztése, versenyeken, találkozókon való részvétel támogatása, közművelődési feladatok ellátása, tanári továbbképzések támogatása, amatőr zenei együttesek segítése. Fordítsák nemes célra adójuk 1%-át.
Kérem, támogassák iskolánk alapítványain keresztül a Sümegen tanuló gimnazistákat, zeneiskolásokat. Így akár saját gyermekeik részesülhetnek az önök adójából. Köszönjük! Dr. Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelős államtitkár, és Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke tartott sajtótájékoztatót Tapolcán. Az államtitkár a közelgő áprilisi országgyűlési képviselőválasztásra hívta fel a figyelmet. A fideszes politikus elmondta, hogy eddig a térséget jó barátja Lasztovica Jenő képviselte. Ezt a választókerületet képviselte Lasztovica Jenő barátom, aki mellettem is ült a parlamentben. Ő 17 évig méltó módon, tisztességgel képviselte ezt a térséget, és mi úgy gondoljuk, hogy sikerült méltó utódot találni Fenyvesi Zoltán személyében, aki hasonló módon, tisztességgel, becsülettel, sok munkával képviselheti majd az elkövetkezendő időszakban, reményeink szerint ezt a térséget. Dr. Kovács Zoltán Fenyvesi Zoltánnal kapcsolatban elmondta, hogy a rátermett munkájának köszönhetően kiérdemelte, hogy iskolaigazgató legyen. De ezen kívül nagyon jól ismeri a pártbeli tevékenységeit is. A politikus hangsúlyozta azt is, hogy az aláírásgyűjtéseknél a választópolgárok pozitívan nyilatkoztak a jelöltről. Ahogy az aláírásgyűjtés során tapasztalhattuk, mindig is az jött vissza a polgárok részéről, ja, a Fenyvesi tanár, őt ismerjük, az egy nagyon rendes ember. Úgyhogy, és alá is írtak az ő számára, úgyhogy visszaigazolást kaptunk arról, hogy reményeink szerint jó jelöltet sikerült választani. De ő nem csak tanárként ért az emberek nyelvén, a diákok nyelvén, hanem részt vesz a közéletben is, hiszen hosszú ideje már közéleti szereplő. Úgy gondolom, hogy a közéleti munkája is arra predesztinálja, hogy őt indítsuk itt az időközi választáson. Az államtitkár a kormány eredményeire is felhívta a sajtó figyelmét a rendezvényen. A foglalkoztatás politikában elért eredményeket továbbra is folytatni tudjuk. Gondoljanak csak bele, hogy Veszprém megyébe mintegy 60%-kal 9100-ra csökkent a munkátkeresők száma, több mint 20 000-ről az elmúlt 4 esztendőben. Ennek része az, hogy a komoly kormányzati, politikai és egyéb eszközökkel sikerült ezt leszorítani, hiszen a fiatal munkavállalók, a munkavédelmi akciótervén, ezeket nem sorolom fel, hiszen ezekben már jó néhány esetben találkoztunk ezekkel a programokkal. És hát ugye a cél az, hogy a keményen dolgozó embereket képviselje ő a parlamentben. Tehát az egyik a foglalkoztatás politika folytatása. A másik, hogy azért mégiscsak arra van szükség, hogy olyan képviselője legyen a térségnek, akik hajlandó és képes is együttműködni a kormányzattal. Tehát aki nagy hangzatos szavakkal előírja, hogy miket kell tenni egyébként a magyar kormánynak, és kevésbé hajlandó együttműködésre, annak nehezebben lehet képviselni bármilyen fontos érdeket is, aki pedig hajlandó és képes is az együttműködésre. Ez nyilván én, mint kormánypárti képviselő mondom, ez sokkal könnyebben megy. Ez is egy fontos része a jövőnek, tehát ezt is végig kell gondolni a választópolgároknak, hogy ilyen képviselőt kell majd választaniuk. Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje elmondta, hogy a kormány felállása óta milyen eredményeket ért el. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, ezek vállalható eredmények, és ő maga is azon szeretne dolgozni, hogy ezeket tovább vigye. Ezután a politikus kitért Tapolca térségére. Ennek a térségnek, Tapolcának is rengeteg új projekt jutott, és ez a térség is fejlődés útjára lépett, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok beruházás valósulhatott meg, illetve indulhatott el ebben a városban, ebben a térségben is. Gondolok itt elsősorban a belváros megújítására, a Tapolca-Sümeg közötti út megépítésére, felújítására,
a Tavas Barlang látogatóközpontá bővülésére, városi strand rekonstrukcióra, és nem utolsó sorban a 2,3 milliárd forintos kórházi beruházásra. Ezek valamennyien olyan projektek, amelyeket Lasztovica Jenő képviselő úr indított el, ő bocsátott útjára, és ezek a projektek még az előző városvezetés idejében indulhattak el és valósulhattak meg egy része, tehát a mostani jelenlegi városvezetés még ezekből a projektekből él. Én támogatom azt is, hogy az elkövetkezendő időszakban sikerüljenek ezeket a projekteket befejezni, fejleszteni, illetve új munkahelyeket sikerüljön létrehozni, új munkahely teremtő projekteket tudjunk itt a térségben és a városban is megvalósítani. Programom két fő elemre bontható. Az első a munkahelyteremtő beruházások támogatása, és ezeknek a minél több idehozatal a térségbe és a település részre. Tudjuk jól, hogy hatalmas Európai Uniós fejlesztés előtt áll az ország, és azt gondolom, hogy ha ez a település rész, illetve ez a környék nem tud ebből minél többet megvalósítani, akkor hosszú-hosszú időkre fejlesztések nélkül marad a település, és vissza fog fejlődni, mint Tapolca, mint Ajka, mint Sümeg és az egész választókerület. Én ezért fogok dolgozni, hogy minél több ilyen projektet sikerüljön továbbra is a városba hozni és a Tapolcára hozni. Makacsul fogok dolgozni az egészségügyi fejlesztésekért, az oktatási intézmény átalakítása kapcsán a bölcsődei férőhelyek bővítéséért, az óvodai helyek bővítéséért, az iskolák fejlesztéséért, az úthálózat korszerűsítéséért, a kerékpárutak bővítéséért és a laktanya projektért, hiszen nagy fontos feladat, hogy a laktanya ipari parká bővülhessen. Programom másik sarkalatos pontja, hogy a keményen dolgozók terhei is csökkenjenek. Fel fogok sorakozni azon kormányzati politika mellé és azon projektek mellé, amelyek támogatják a béremeléseket, az adókedvezményeket, illetve támogatják az óvodai, bölcsődei fejlesztéseket, az otthonteremtési programot. Április 12 mérföldkő lesz ennek a település résznek, illetve ennek a választókerületnek az életében is, hiszen arról fogunk dönteni, hogy sikerül-e újabb munkahelyteremtő projekteket megvalósítani, és jelentősen csökkenni fognak-e a koránkelő magyarok terhei, és javulnak-e az ő életkörülményeik. Én készen állok erre a feladatra, és nagyon remélem, hogy április 12-én sokat fogok tudni tenni ezért a település részért, ezért a választókerületért. Az elkövetkezendő napokban ki fogunk menni minden településre, minden választóval megismerkedhetünk, és én arra kérem a választópolgárokat, hogy jöjjenek el minél többen a fórumjainkra, mondják el véleményeiket, javaslataikat, hogy ezeket be tudjuk építeni a programba, és dolgozni tudjak ezért a település részért, illetve ezért a választókerületért. Köszönöm szépen! Tuzson Bence, a Fidesz frakció szóvivője Ajkán és sajtótájékoztató keretében számolt be a broker botrányokról. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az utóbbi időszak bebizonyította azt, hogy az a szabályozási változás, amit Magyarországon bevezettünk, az hatásos volt és képes arra, hogy véget vessen Magyarországon a pénzügyi visszaélések korszakának. Egy új korszak kezdődik, amiben meg fogjuk védeni az embereket, meg fogjuk védeni mindazokat, akiknek befektetései voltak vagy vannak Magyarországon. Új korszak, új szabályozás kezdődik, és ez a mostani szabályozás képes arra, hogy feltárja azokat a visszaéléseket, amik 10 éve még a Gyurcsány-Bajnai korszak időszakában kezdődtek el. Abban az időszakban kezdődtek el, hiszen a szabályozás abban az időben változott meg. Emlékezzünk vissza, a broker cégekkel kapcsolatos szabályozást a szocialisták megváltoztatták, megszüntették először is a 2 éves ellenőrzési időszakot, majd bevezettek 2009-ben egy 5 éves ellenőrzési periódust, és például a Budakes ügyben az 5 éves periódus alatt elején folytattak le egy olyan ellenőrzést abban az időszakban, amikor már lezajlottak a választások, de még nem alakult meg az új Fidesz kormány. Ebben az időszakban volt a helyszíni ellenőrzés, ennek a megállapításáira alapozták a határozatot, és ez akkor nem tárta fel az akkor már valószínűleg 40-50 milliárd forintos hiányt. És most egy újabb, egy harmadik szocialista brókerbotránnyal állunk szemben, a Questor üggyel, hiszen ne felejtsük el azt sem,
hogy 17 milliárd forintot fedezet nélkül adtak oda annak idején a szocialisták, a Gyurcsány-Bajnai kormány a fejlesztési bankon keresztül a Questor csoportnak, és úgy tudott működni ez a csoport, hogy a vége az lett, hogy teljesen becsődöltek, és látjuk, vagy sejthetjük, hogy emögött bűncselekmények is állnak. Amennyiben bűncselekmények állnak ezek mögött az ügyek mögött, és amennyiben emberek elveszítik a pénzüket, elvárjuk azt, hogy azok, akik személyesen felelnek ezért az ügyért, a személyes vagyonukkal is feleljenek az emberek felé. A keményen dolgozó emberek pénzéről van szó, akkor azok, akik ennek a haszonélvezői voltak, fizessék ki a keményen dolgozó emberek pénzét. A helyszínen felmerült az a kérdés, hogy az ellenzék szerint a Questor ügy kapcsolható a Fideszhez. Látjuk azt a nagyon kemény és kétségbeesett próbálkozást, amivel a szocialisták el akarják hárítani, a baloldali pártok el akarják hárítani magukról a felelősséget. Ez nem fog sikerülni, mind a büntetőeljárásban, mind pedig a vizsgálóbizottságban tisztázódni fog az, hogy kinek a felelőssége az, hogy egyáltalán idáig eljutottunk, hogy Magyarországon egy ilyen helyzet állhatott elő, és bár már 5 éve nem kormányoznak a szocialisták, mégis a kormányzásuk következtében csontvázak esnek ki a szekrényből. A Fény Nemzetközi Éve programsorozatot hirdetett a Kisfaludi Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola. Az előadásokra korlátozott számban regisztrálhatnak előzetesen a sümegiek az iskolatitkárságán. A belépés ingyenes. Február folyamán a diákok az előkészületekben vettek részt, főleg előadások, illetve kultúrműsorok kapcsán. Márciusban kerül megrendezésre a könyvklub Botelősz könyveivel, melyet a gimnázium olvasótermében rendeznek meg. Március 20-án 11 órakor dr. Bacsárdi László, Nyugat-Magyarország egyetemi docens, a MANT főtitkárának előadása következik. Földközelben a világűr, vagy hogyan változtatja meg mindennapi életünket az űrkutatás címmel a művelődési központban. Április 1-én 11 órától dr. Bozelőd fizikus, csillagász, a Magyar Asztronautikai Társaság alelnökének, a Magyar űrkutatási iroda volt igazgatójának előadását hallgathatják meg a művelődési házba látogatók, az Élet a nemzetközi írállomáson, avagy Magyarok a világőrben címmel. Április 1-én 14.30-tól a gimnázium díszterme ad otthont az író-olvasó találkozónak Bozelőd közreműködésével. Március 19-én 17 órára várnak mindenkit a Városi Könyvtárba, Zöldi Pál felolvasó estjére, mely után alkalom nyílik beszélgetésre is. Március 23-án 18 órakor a Hotel Kapitány hangversenytermében rendezik meg az Evald Részbúvos Együttes műsorát, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Márciusi programjaira is nagy szeretettel várja az érdeklődőket a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont. A Szabadidőközpont és az Ajkai Magyar Filmbaráti Egyesület tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a Filmkultúra napja alkalmából az Ablak Filmországra című kiállítás megtekintésére. A kiállítás megtekintető március 20-áig munkanapokon 9-től 16.30-ig. Tisztelettel és szeretettel meghívják a város lakóit, nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre és ünnepi műsorra. Március 15-én 9.15-től a Honvéd sírok koszorúzása a régi temetőben, mely után 10 órától megemlékezés és műsor a Kossuth szobornál. Ünnepi beszédet mond Pat Ferenc önkormányzati képviselő. A Pannonvár Színház ünnepi műsorával emlékeznek meg az évfordulóra. Közreműködik az Ajkavárosi Bányász Fúvós zenekar. Kérik a pártok, társadalmi szervezetek képviselőit, koszorúzási szándékokat március 12-ig szíveskedjenek jelezni a képernyőn olvasható telefonszámon. Március 15-én 15 órától a Civil Fórum Padrakútért Egyesület ünnepi megemlékezése a Bányász Emlékparkban. Közreműködnek a helyi általános iskola diákjai és a jubilántenői kar. Március 15-én fiatalok tájékozódási túraversenyére kerül sor az Ajka Csinger Molnár Gábor parkerdő útvonalon. Találkozás 8 órakor a vasútállomáson. Túravezető Németh Ferenc, érdeklődés a képernyőn olvasható telefonszámon. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont gyermek- és ifjúsági csoportja horgász vízitúra szakköre vízikormányosi tanfolyamot szervez kajak és kenu szakákban. Helyszín a József Attila úti épület, időpontja március 19-e 15 óra.
Érdeklődni lehet Ozorai Sándornál a képernyőn olvasható elérhetőségen. Az Orlai Produkciós Iroda szervezésében Richard Berr Hitter volna vígjátékát tekintetik meg az érdeklődők a Művelődési Központ Színház termében, március 16-án hétfőn 19 órától a Tamási bérlet, március 17-én kedden 19 órától pedig a Nagy László bérlet keretein belül. Március 17-én 14 órától húsvéti ötletbörze pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak a Művelődési Központ József Attila úti épületében. Március 18-án 14 órára egészségügyi vetélkedőre várják az 5. osztályos gyermekeket a Művelődési Központ aulájába. Március 20-án pénteken 16 órától a 2014-es évjárat Csékuti borok bírálata a Padrakuti Művelődési Házban. Kézműves foglalkozásra várják a felnőtteket március 21-én 15 órakor tojás alakú doboz készítésére, szükséges eszközök olló, 10-es ecset, íróeszköz. Március 28-án 15 órakor húsvéti dekoráció vesszőből, szükséges eszközök olló, metszőolló, részvédeli díj 1000 forint per alkalom. Március 21-én szombaton 16 órától a jubilente női kar hangversenyére és az Öltögetők kézi munkaklub kiállításának megnyitójára kerül sor a Padrakuti Művelődési Házban. A Duma Színház humoristái várják a nevetni vágyókat a Művelődési Központ Színház termébe bérletes előadásaikra, március 26-án csütörtökön 19 órára Róst az évtized égése előadásra. Szereplők Kis Ádám, Kovács András Péter, Kormos Anett, Dombóvári István, Beng Dénes és Gangsta Zoltán. Tisztelettel meghívlak minden kedves érdeklődőt Rába Judit grafikus művész, Réma című grafika és fotó kiállításának megnyitójára, március 27-én 17 órára a Művelődési Központ kiállító termébe. A kiállítást megnyitja Csala Zsuzsa üvegtervező iparművész. A kiállítás április 10-éig tekinthető meg, munkanapokon 9-től 16.30-ig. Folytasd, mit félbehagytál, folytatjuk, mit félbehagytál címmel. A Cseh Tamás program keretében megrendezésre kerülő koncertsorozata feléhez ért, hiszen 6. zenekarként a Határkő Nemzeti Rock Zenekarat koncertet március 14-én 20 órakor a Vokéban. Friss híreket, az együttesről szóló információkat a Voke közösségi oldalán és honlapján olvashatnak, de a szervezők bátorítják az érdeklődőket, hogy győződjenek meg személyesen arról, milyen jó a buli. A Voke Batsány János Művelődési és Oktatási Központ tisztelettel meghívja az érdeklődőket a fedélzeti utasellátó vándorkiállítás megnyitójára március 19-én csütörtökön 16 órára Tapolca vasútállomás volt utasellátó termébe. A kiállítást megnyitja Dobó Zoltán Tapolca város polgármestere, Füstös Zsuzsanna, a Voke Batsány János Művelődési és Oktatási Központ igazgatója, valamint szakmai megnyitót mond Nehéz György, a MÁV-STAR ZRT működés ellenőrzés bevétel ellenőrzési munkatársa. A kiállítás naponta 12 és 16 óra között látogatható, a belépés ingyenes. A Voke tojásdíszítő versenyt hirdet magánszemélyek, általános iskolák és óvodás csoportoknak több kategóriában. Leadási határidő március 20-a, péntek 16 óra a helyszínen. A verseny eredményhirdetése és a kiállítás megnyitója március 29-én vasárnap 16 órakor lesz. További információk a Művelődési Ház elérhetőségein, valamint a képernyőn. Tapolca város önkormányzata tisztelettel meghívja az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezésre március 15-én. 16 órától hagyományőrző lovas felvonulás, 17 órától koszorúzás, majd 18-15-től fáklyás felvonulás. Ünnepi köszöntőt mond Dobó Zoltán polgármester. Március 20-án 19 órai kezdéssel a Tamási Áron Művelődési Központ amatőr színjátszókörének előadásában az Ida regénye című darabot tekinthetik meg az érdeklődők a Művelődési Központ színház termében. Gárdonyi Géza regényét átdolgozta és az előadást rendezte N. Horváth Erzsébet, jegyek elővételben a helyszínen kaphatóak. Neve sincs sehol címmel feszültségoldásra, kommunikációs térbeli alkotásra helyezik a hangsúlyt a Tamási Áron Művelődési Központban megrendezésre kerülő foglalkozásokon. Ingyenes bemutatkozó alkalom március 18-án, illetve 25-én 16.30-kor a Tamási Áron Művelődési Központban. Jelentkezés a képernyőn olvasható telefonszámon. Március 26-án, csütörtökön 19 órakor a Tamási Áron Művelődési Központ ad otthont Kis Péter zongora, valamint G. Horváth László hegedű kamara estjének. Jegyek az előadás napján a helyszínen kaphatóak.
Március 28-án szombaton 15 órától rendezik meg a Katonadal Fesztivált a Tamási Áron Művelődési Központban. Fellépnek a Szivárvány Népzenei Egyesület, a Búzavirág Népdalkör, a Szent István Népdalkör, a Forrás Népdalkör és Hajnal Citera Együttes, a Magyar Tengel Népdalkör, a Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör, a Balatoni Dalkör, a Csobánc Népdalkör és a Baccsányi Népdalkör. A belépés díjtalan, minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. A Diszel télen fotósorozat télen készített képeit március 15-ig adhatják le a pályázók a Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel szervezésében. A fotópályázatról bővebben a www.diszelifjusag.hu oldalon. A 22. egészség és aerobik napra invitálják az érdeklődőket március 21-én szombaton 9-től 17 óráig a Csermák József rendezvénycsarnokba. 9-től 12 óráig baba és gyermekholmi bőrze, lufi bohóc, arcfestés, hancurka, légvárak, a délután folyamán pedig ingyenes sportprogramok várják az érdeklődőket. Spinning edzések, bootcamp, funkcionális tréning, hot iron, TRX, alakformáló trambulinnal, jóga, kismama jóga, alakformáló edzés Balogh Rita fitness edzővel. A nap folyamán ingyenes svéd, gyógy, ízületi stimulációs és relaxációs masszázs, szauna használat, gerincgenerál állapotfelmérés, étrend tanácsadás, hajgyógyászat, biorezonanciális állapotfelmérés, tarotkártya, grafológus, szellemi csontkovács, paleolit életmód tanácsadás, ételkóstoló, kiállítók és vásár, bioételek és italok várják az érdeklődőket. Számos előadásra látogathatnak el az egészséges életmód jegyében. További információk a rendezvénycsarnok honlapján, valamint közösségi oldalán. Elindult az előnevezés az 5. Tapolca félmaraton futóversenyre, melyet május 2-án szombaton rendeznek meg. 10:30-tól gyermekfutóverseny, 11 órától pedig félmaraton startol. Női, férfi, felnőtt, szenior, veterán, illetve nemenkénti váltó, vegyes váltó kategóriában lehet nevezni. Előnevezés, versenykiírás, illetve további információk a rendezvénycsarnok elérhetőségeim. Folytatódik a nevezés a Keszthelyi Kilométerek 2015-ös versenyére, melyet május 23-án és 24-én rendeznek meg. Az idei év az újdonságokról szól, teljesen új pályakialakítás, klimatizált pálya, új programterv várja a nevezőket. Sprintfutamot indítanak pünkösd vasárnap délelőtt, 2,5 és 5 kilométeres körpályára várják a rövidebb távok szerelmeseit. Újdonság az is, hogy a félmaraton és a maraton rajtja délután kezdődik, kímélve a versenyzőket, majd pedig koncertek szórakoztatják a közönséget. Szombat este a kompakt diszkó fellépésére látogathatnak el az érdeklődők. Versenykiírás és nevezés a www.keszthelyikilométerek.hu oldalon. Az Összefogás Nyirádért Egyesület a Királyné Kedvenc Virága címmel pályázatot hirdet. Pályázni saját készítési munkákkal lehet, melyeket az Ibolya Motivum díszít az alábbi kategóriákban. Hímzés, kötés, horgolás, varrás, dekopás, gyöngy és egyéb alkotások. A pályázati munkákat április 30-áig kérik eljuttatni az Összefogás Nyirádért Egyesület székhelyére. Stúdiónk vendége volt a Sümegi Járóbetegellátási Központ vezetője Szabó Krisztina. Az újonnan kinevezett szakember arról számolt be, hogy a kialakult krízishelyzetet hogyan kezelték, milyen megoldásokat találtak azzal kapcsolatban, hogy a szakellátás zökkenőmentesen működjön a településen. Köszöntöm az Infotelevízió nézőit, vendégünk a Járóbeteg Szakellátó Központ vezetője Szabó Krisztina, és Vég László Sümegváros polgármesterre, amikor átvette az önkormányzat vezetését, akkor nyilatkozott, hogy a központtal nincs, vezetésével nincs megelégedve, felmondtak az akkori vezetőnek, akkor hivatkozott egy pályázatra, amitől elesett a központ, és hogy új vezetőt bízott meg az ön személyében, sikerül ennek a pályázatnak a kiesését pótolni akkor, hogy látta ön a központnak a helyzetét? Tisztelettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Így van, tehát gyakorlatilag ősszel egy elég komoly krízishelyzet alakult ki a járóbeteg központnál, aminek több oka volt. Az egyik az ön által említett uniós támopos pályázat. 2014. januárjában indult ezen a pályázaton az intézmény. Nyert el egy uniós támogatást, ami a szakorvosok bérét és járulékát célozta volna. Az előző vezetés projektmenedzsment és adminisztrációs hibák kapcsán olyan helyzethez vezetett, tehát gyakorlatilag olyan hibákat halmoztak, szarvas és alapvető hibákat vétettek,
ami a finanszírozási forráslehívás leállítását eredményezte. Értelemszerűen az előző vezetés ezt a költségvetésébe betervezte, ebből lesznek finanszírozva a szakorvosok bére járuléka, tehát a szakorvosok munkái az uniós finanszírozás leállítása kapcsán, itt kialakult a krízishelyzet gyakorlatilag, szabálytalansági eljárás indult az intézménnyel szemben. Mit jelent tulajdonképpen, akár be is zárhatták volna ezt a központot? Ősszel úgy tudom felmerült ennek a lehetőség, igen. Hát gyakorlatilag egy ilyen szabálytalansági eljárás olyan komoly szankciókat von maga után, ami ugye az jövőbeni finanszírozást eleve megvonja, illetve az eddig kifizetett összegeket akár büntető kamattal visszafizetésre is kényszeríthette volna az intézményt, mint projektgazdát. Tehát elsődleges lépésként mindenképpen az volt a fontos, hogy ennek az uniós pályázatnak a sorsát próbáljuk egy kicsikét egyenesbe hozni. A kistérségi tanács javaslata alapján ezért a projektmenedzsmentben személyi változást mellett döntöttünk. Lantai Ákos lett a projektmenedzser, és nyilvánvalóan az volt az elsődleges érdeke a projektgazdának, mint intézménynek, hogy ennek a szabálytalansági eljárásnak minél előbb a lezárulásához érkezzünk. Ezért elismertük a múltbeli szabálytalansági hibáinkat, és ennek eredményeképpen január végén lezárult az eljárás, és hát egy nagyon méltányos 5%-os büntetéssel tudtuk gyakorlatilag lezárni ezt az eljárást Lantai úr segítségével. Így aztán februártól meg is indulhatott a kifizetési kérelmek beadása, aminek pedig az lett az eredmény, hogy most már 2-t ki is fizettek az intézménynek. Ez 11 millió forint ennek a kettőnek az összege. Ezeket értelemszerűen késlekedés nélkül az intézmény ki tudta ebből fizetni. A szakorvosok 2014 év decemberéig a béreiket. Itt a járóbetegnek kell ellátni, vagy kifizetni az összeget, vagy az önkormányzatnak is be kell szállni? Természetesen a kistérségi önkormányzatok is a lehetőségeikhez mérten minden évben támogatták az intézményt, hiszen ez köztudott, hogy... A büntetés nem. A büntetés mindenképpen tehát ez csak és kizárólag az intézményre vonatkozik. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy a meglévő betervezett lehívandó forrásból fogják levonni ezt az 5%-ot. A pályázat kapcsán, hogy ezt a pályázatot sikerült megmenteni, vagy egy új pályázatot írtak? Nem, ezt a pályázatot. Hát azt gondolom, hogy ez is eredmény, hiszen az előző vezetés, ahogy mondtam, betervezte a költségvetésébe az uniós pályázati forrásból elnyert pénzt, és értelemszerűen ennél kevesebb hozzájárulást kért a kistérségi önkormányzatoktól a szakorvosok bérére. Mindenekután ez meghiúsult, ez vezetett gyakorlatilag a költségvetés teljes összeomlásához. Egy ilyen kaliberű településen, mondjuk mint Sümeg, egy ilyen központ tud pályázat nélkül működni? Igen, azt gondolom, hogy tud. Nagyon nehéz az OEB finanszírozást megfelelően használni, felhasználni és gazdaságosan, de pontosan egyébként ez is probléma volt, ami többek között az uniós pályázat problémái mellett egy krízis helyzethez, egy gazdasági problémához vezetett az intézménynél, hogy többek között jóval több dolgozóval üzemelt az intézmény, mint kellene, amennyi szükséges a szakrendelések ellátásához. Annak ellenére, hogy országosan alacsony, ahogy mondtam, az OEB finanszírozás, minden intézmény küzd azzal, hogy nagyon, nagyon szorosra húzzák azt a finanszírozást az OEB részéről, amiből, hogy úgy mondjam, kényelmesen lehetne működtetni az intézményeket, ezért kell minimalizálni. Megfelelően nyilvánvalóan figyelembe véve azt, hogy milyen a szakrendelések működését és minőségének működését figyelembe véve, milyen és mekkora szakdolgozói létszámmal működik egy intézmény. A krízishelyzet kezelésénél kellett státuszokat megszüntetniük? Igen, egy ilyen borzasztó döntéssorozatra is kényszerültem nyilván. Ahogy az előzőekben elmondtam, jóval több szakdolgozót foglalkoztatott ez az intézmény. Most ez az intézmény, ahogy mondtam, csak egy kis részben OEB finanszírozásból működik, és nagyobb részben közpénzből, gyakorlatilag az itt élők pénzéből. Értelemszerűen hosszú távon gazdaságosan csak úgy tartható fenn, hogy annyi dolgozót foglalkoztat, amire valóban szükség van. És nyilvánvalóan a döntés meghozatalánál, ami a személyekre vonatkozik, akár leépítésnél, akár munkaszerződés módosításánál kizárólag azokat a szempontokat tudtam figyelembe venni, ami a végzettségekre vonatkozik, hiszen van egy felügyeleti szervünk, aki ezt keményen ellenőrzi, pontosan a rendelések minőségének biztosítása érdekében. Ezen szempontok alapján elindulva három dolgozó felé kellett felmondást benyújtanunk. Egy dolgozó esetében történt
munkabér és munkaidő arányosítás. Egy dolgozót sikerült a jelenlegi helyéről egy másik pozícióba átcsoportosítanunk, ami az intézmény számára még költséghatékony, és így talán még a munkahely megtartásról is beszélhetünk, illetve egy főnél megbízásos szerződést kellett bontanunk. Szakrendelést nem kellett megszüntetni? Szakrendelést nem. Szakrendelés idejében viszont kénytelen voltam szintén változást eszközölni. Ez pedig a röntgen, ami azt gondolom, hogy komolyan érintés foglalkoztatja is a lakosságot. Ennek megértéséhez szükség van arra az információra, miszerint, ahogy megint csak meg kell ismételjem önmagam, az OF finanszírozás igen alacsony országosan. Most nyilvánvalóan egy röntgen diagnosztika nagyon fontos és elengedhetetlen a további kezelések szempontjából. Azonban 2011. januárja óta a járóbeteg központnak 15 óra, heti 15 óra röntgen diagnosztikára van OF finanszírozása, és gyakorlatilag engedélye ANTÉRSZ, működési engedélye is. Ennek ellenére ez egész eddig dupla időben valósult meg. Elképzelhető, hogy mekkora degressziót és kárt okozva ez az intézménynek. Tehát gyakorlatilag nekem azt kellett itt mérlegelnem, hogy vagy folytatjuk ezt a legkevésbé sem költséghatékony nyitvatartását a röntgennek hosszú nyitvatartási időben, de előbb-utóbb meg fog szűnni, vagy egy rövidebb nyitvatartási időt biztosítva, hosszú távon fent tudjuk tartani a röntgen diagnosztikai rendelést. Az, hogy milyen szakrendelések vannak, hogy mondjuk színesítik ki a palettát, vagy sem, ez szabályokon múlik, vagy mondjuk a gazdálkodáson, gondolok itt, hogy mondjuk az ön személyére? Hát azért az én személyem azt gondolom alapjában véve kevés hozzá, azonban januárban most kapott lehetőséget az intézmény. Mindenképpen befolyásolja egyébként maga a hosszú távú gazdálkodás, hiszen az OEP úgy ad nekünk egy kis mozgásteret, és úgy ad új szakrendelésekre lehetőséget, ha megfigyelve a múltat lát egy költséghatékony gazdálkodást. Tehát azért ez biztos, hogy odafent is figyelemmel kísérik. Kaptunk 3 új szakrendelésre lehetőséget, tüdőgyógyászat, érsebészet és bőrgyógyászat működtetésére, és hát érsebészet és tüdőgyógyászat március hónaptól el is indult. Dr. Vitus Ernő lesz a tüdőgyógyászunk, és Dr. Szél András személyében fog működni, vagy vezetésével fog működni az érsebészeti szakrendelés. Van még lehetőségünk heti 4 óra bőrgyógyászatra, ennek a szervezése folyamatban van jelenleg. Kardiológia? Kardiológia személyváltozás történt szakorvos személyében. December végén, egészen pontosan konkrétan ünnep előtt számtartó doktor felmondással élt és elment az intézményből. Február hónaptól dr. Csuri Mária és dr. Aljari Mohamed főorvosul látják el a kardiológiai szakrendelést. Hétfő, szerda és csütörtöki napokon. Tehát a kardiológia is biztosított továbbra is. Tehát beszéltünk arról, hogy a pályázatot sikerült egyenesbe hozni, gazdaságilag kezelni az intézményt. Hogyan látjuk most akkor stabil, és akkor működni fog simán a járóbeteg ellátás? Így van. Sikerül stabilizálni a helyzetet. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Illési Bolya védőnő stúdiónkban számolt be arról, hogy egy sümegi civil szervezet gyűjtésének köszönhetően egy új nőgyógyászati ultrahangos helyet sikerült beszerezniük. Folytassuk egészségügyel, vendégünk Illési Bolya védőnő. Ugye tavaly beszélgettünk arról, hogy egy ultrahangos fejre gyűjtenek, ami egy nőgyógyászati vizsgálathoz kell, vagy nőgyógyászati vizsgálatokhoz. Ha jól tudom, akkor sikerült összegyűjteni az összeget. Ezt mint védőnőnek, képviselőnek, vagy lelkes civilnek sikerült elérnie? Hát én úgy gondolom, hogy a lelkes civilségen van itt most a hangsúly. Ugye ez az indítvány a Menopauza Egyesülettől indult, mégpedig egy orvosi kezdeményezésre az egyik nőgyógyász ajánlotta fel, hogy ő segít abban nekünk, hogy ez az összeg összejöjjön, mert szükség van a szakrendelőben egy ultrahangfejre. Akkor komplett ez a vizsgálat, amikor nem csak siman az ultrahangfejjel, hanem egy speciális, úgynevezett hüvelyi ultrahanggal is meg tudják a nőbetegeket nézni, és ezért volt arra szükség, mivel ez nem volt, illetve volt valamikor sümegnek egy ilyen ultrahangfej, de elromlott, nem volt javítható, tehát a szakrendelőnek nem állt a rendelkezésére, és úgy gondolta ez az Egyesület, ez a Menopauza Egyesület, hogy akkor egy ilyen civil kezdeményezéssel mi megpróbáljuk ezt a pénzt összegyűjteni. Tehát akkor, hogyha egy hölgy elment vizsgálatra, volt időpontja, meg is vizsgálták, ott volt a szakember, de nem tudott mondjuk pontos diagnózist mondani, mert ez az eszköz hiányzott, és akkor utaznia kellett neki. Igen, tehát a nőgyógyászok ilyenkor azt mondták, hogyha valami eltérést láttok, hogy akkor vagy keszthelyre, vagy pedig az ajkai nőgyászatra el kell menni a szakrendelőbe, és akkor ott ténylegesen egy komplett vizsgálaton
eshet túl a hölgy, ahol meg tudták mondani a pontos diagnózist is. Itt, ami kétséges volt, természetesen az orvos ezt jelezte, hogy ezt ő nem tudja nézni ezzel a műszerezettséggel, és ezért volt szükség arra, hogy ezt a kezdeményezést mi elindítsuk. Tehát akkor a térség hölgyének nem kell utazni. Mennyibe került ez a fej, mennyit kellett összegyűjteni? Hát ez a fej konkrét 767.080 forintba került, egy ilyen szép szám. Először úgy indult a dolog, hogy 600 lesz, aztán ahogy a hónapok teltek, nagyon érdekes volt, hogy mindenféle áfát és béfát raktak rá, és mire arra került volna a sor, hogy akkor ezt most akkor nevesítsük, akkor ez ennyire kerekedett ki, rettenetesen meg is lepődtünk rajta, de nagyon nagy szerencsék volt, ugyanis több mint 800.000 forint gyűlt össze ebből a támogatásgyűjtésből, ugye, mert az Egyesületünk támogatást gyűjthet, és lelkes tagjaink voltak, akik ezt a gyűjtést meg is csinálták. Hát akkor sikerült többet összegyűjteni, jól tudom, akkor most egyes vizsgálatokat az ajtónál is el lehet végezni, hiszen kipárnázták. Igen, tulajdonképpen így van, ugyanis az volt a kérés, hogy mivel egy időben a keddi nőgyógyászati vizsgálattal más orvosok is rendelnek azon a folyosón, tehát ott van az orrfülgégészet, a reumatológia, az ideggyógyászat, tehát több olyan szakrendelés is van, és végigülnek ugye a várakozók, és bizony az ajtó az olyan volt, hogy kihallatszott, hogy milyen beszélgetés folyt odabenn, és akkor így jelezték a sümegi asszonyok, hogy nagyon szeretnék, hogyha ez egy párnázott ajtó lenne, hogy az az intimitás megmaradjon a rendelőn belül. Nehéz volt összegyűjteni ezt az összeget? Hát nem. Nem, nagyon-nagyon örültünk neki. Ugye a kezdeményezés már november végén indult, aztán decemberben úgy döntött az Egyesület, most annyira nem hajrázik, mert akkor volt ez az adventi forgatag, és akkor úgy gondoltuk, hogy a város akkor úgymond összefog, és segíti a rászorult beteg gyerekeket, és úgy gondoltuk, hogy akkor inkább januárra tesszük át ezt az aktív gyűjtést, mert addigra már ez újra a pénztárcák egy kicsit tele lesznek. Hányan gyűjtöttek? 11-en gyűjtöttek, és szeretném a nevüket felolvasni, mert megérdemlik, rengeteg időt, energiát raktak ebbe az akcióba, és úgy mentek oda mindenki a kis maga utcájában, vagy környezetében, rokonainál, gyerekeinél, a munkahelyeken próbálták ezt a támogatást gyűjteni, és nagyon sok energiát fordítottak erre, és meglepődve tapasztaltuk, hogy milyen nagy az adakozási kedv, és hogyha valaki csak 100 forinttal vagy 500-zal is adakozik, már tett valami jót, és olyan jó szívvel adta. Tehát mindenki megtapasztalta, hogy adni jó, hisz összesen itt sümegen 332-en adakoztak, és ez egy nagyon szép szám, úgy gondolom, és mindez 11 asszony, aki összegyűjtötte fel, és sorolnám őket. Adorján Gézáné, Dani Istvánné, Darabos Györgyné, Dávoti Józsefné, Dörnyei Lászlóné, Illés Ibolya, Paragi Józsefné, Sranc Frigyesné, Simonyai Jánosné, Takács Gáborné és Tóth Zoltánné. Mondhatnám azt, hogy most ez egy sikeres gyűjtés volt. Jellemző egyébként az egészségügyben, hogyha szeretne egy közösség egy alaposabb egészségügyi vizsgálatot vagy valamit elérni, akkor mondjuk a saját zsebébe kell nyújni, vagy valami hasonló kezdeményezést kell elindítania? Hát tulajdonképpen, ahogy nézzük az egészségügynek az állapotát, hogy mennyire kevés a pénz, amiből tudnak gazdálkodni mind a szakrendelők, kórházak vagy az alapellátás, bizony igazándiból látjuk, hogy ez a hatásos módszere annak, hogy valamilyen bővítés, vagy minőségileg egy másabb rendelés jöhessen létre, ugyanis a központi finanszírozásban ezekre egyszerűen nem telik. Örülnek, hogyha ki tudják fizetni belőle a béreket, vagy pedig a működtetést, mert ez például az önkormányzatnak nagyon sok pénzébe kerül, az alapellátás és a szakrendelőnek a támogatása is. Aki figyeli az Infotelevíziónak a műsorait, vagy az ön tevékenységét követi, tudja, hogy nagyon sok mindenért szokott kampányolni, felhívni a figyelmet, beszélhetnénk itt a mellrák megelőzésre, ami folyt a városban, a gimnáziumban, most az ultrahangos fejnek az összegyűjtése. Következő programjuk lesz a nők egészsége, családok egészsége. Miről fog szólni, kiknek? Tulajdonképpen ugye ez egy országos szintű rendezvény, és mindig márciusban
zajlanak ezek az események. Én arra gondoltam, hogy mint a gimnáziumi korosztályt meghívva, mint pedig a Sümeg lakosságát a védőnői szolgálat épületében tartanánk egy ilyen kis méltató beszélgetést és előadást. Volt nekünk egy olyan akciónk, amikor januárban mi gyöngyöt fűztünk, rózsaszín gyöngyöt fűztünk a mellrákos betegekért, és szeretnénk ezen a rendezvényen ezeket a karkötőket átadni nekik, és nagyon remélem, hogy elfogadják a meghívásunkat. Jönni fog a dr. Csalló Mária nőgyógyász, aki a szűrővizsgálatokról tart egy előadást, és a leggyakrabban előforduló nőgyászati megbetegedésekről, valamint jön a Turcsányi doktor, aki itt most Sümegen a házi orvos, az egyik házi orvos, ő pedig a homeopátiáról fog előadást tartani. Megcéloztam a gimnazista korosztályt is, tehát jönnek a 18-19 éves lányok is, úgy gondolom, hogy ezzel lesz úgy teljes ez a program, hogy nem csak az idősebb lakosság, hanem a fiatalok is jelen vannak, és érzik annak felelősségét, hogy nők. Egy kötözködő kérdésem hadd legyen. Mondta, hogy itt meghívják a lányokat. A férfiaknak nem kell tudni ezekről a dolgokról, hiszen hogyha mondjuk az embernek van egy elvárása, vagy egy képe a partneréről, akkor nem lenne fontos, hogy mondjuk ezeket az ismereteket mondjuk a férfiak is tudják? Igen. Nos, hát ha végig gondoljuk csak simán a sümegi civil szervezeteket, akkor azt látjuk, hogy minden civil szervezetben nők vannak. És én bennem is már felvetődött annak a kérdése, hogy hol vannak a férfiak. Ugye nincs abszolút egy olyan egylet, ahova mondjuk beülnének a férfiak, ahogy régen ugye a kaszinók voltak, leülnek, újságot olvasnak, beszélgetnek, kártyáznak egyet, vagy bármit kitalálnak, ami tetszik nekik, és közben ugye folyik a csevely. Itt Sümegen abszolút, mi próbáltuk az egyesületünkben, most már ugye megváltozik a neve is, és így könnyebben bevonódnának talán a férjek, a férfiak is, mert egészségkörnéven fogunk a továbbiakban már dolgozni, és volt arra már indítvány, hogy akkor vonjuk be őket is, és annyira óckodnak, hogy valahogy nem akarnak ilyen programokra, sokan nő, mondják ők. Mindenféle tekintetben probléma, de azt látom, hogy a sümegi férfi lakosságnak nincs egy olyan tere, nincs egy olyan egyesülete, vagy egy olyan lehetősége, ahol egy kicsit leülnének, beszélgetnének, hisz hát róluk is szól természetesen ez az egész életük, mert így kerek. Ugye mindig azt mondják a nők, hogy férfi nélkül nincs élet, és ez tényleg így van. De valahogy mindig elutasítják annak a lehetőségét, hogy úgy egy ilyen közös csapatot hozzunk létre. Sok sikert, és köszönjük. Remélem, hogy sikerül férfiakat is majd bevonni ebbe a körbe. Köszönjük szépen. Tuzson Bence a Fidesz frakció szóvivője, és Fenyvesi Zoltán a megyei közgyűlés alelnöke tartott sajtótájékoztatót Ajkán a választási kampánnyal kapcsolatban. Most erről az eseményről tekinthetnek meg egy összefoglalót. Amilyen sajtótájékoztatót most tartunk, annak azért alapból egy nagyon szomorú aktualitása van, hiszen ez a választás, amit most ezen a területen fog folyni, az elsősorban azért fog itt megtartásra kerülni, mert Lasztovica Jenő az egyik legjelentősebb magyar országgyűlési képviselő és legaktívabb országgyűlési képviselő, aki a megyei közgyűlésnek is az elnöke volt, és aki rendkívül sokat tett azért, hogy a megye, a választókerület és Ajka is fejlődjön, hogy a munkanélküliség olyan arányban csökkenjen, mint amilyen arányban itt csökkent, hiszen itt most nagyon alacsony, 3%-os a munkanélküliség. Nagyon sokat dolgozott ennek érdekében, ő elhalálozott, és ezért nagyon fontos és kemény feladat elé állított bennünket is, hiszen méltó utódot kellett találnunk Lasztovica Jenőnek és Fenyvesi Zoltán személyében, úgy gondoljuk, meg is találtuk az alkalmas jelöltet. Fenyvesi Zoltán ősi ajkai, itt született Ajkán, és itt tanított sok-sok éven keresztül Ajkán, és ő alkalmas személy arra, hogy azt az utat, amin elindult a Fidesz, elindult a magyar kormány, és elindult Lasztovica Jenő is, azt tovább vigyük és folytassuk, hiszen nagyon sok feladat áll még előttünk, sokat kell tennünk. A gazdaságunk egyre jobban mutat, egyre szebbek a számok, de a számok között mögött mindig emberek vannak. Alacsony a költségvetési hiány, magas a gazdasági növekedés, alacsony a munkanélküliség, országszerte 7%-os a munkanélküliség, de itt
Ajkán 3%-os. Nem lehetünk mindaddig nyugodtak azonban, amíg egy ember is van Magyarországon, egyetlen olyan ember is, akinek nincsen munkája, és sokat kell annak érdekében dolgoznunk, hogy itt is az a helyzet álljon elő, amire országosan is törekszünk, hogy mindenkinek, aki tud, képes és akar Magyarországon dolgozni, annak legyen munkahelye, legyen munkája. Jó irányba indultunk el ennek érdekében, és sokat tettünk, és sokat kell tenni még továbbra is az emberek érdekében, hiszen tudjuk, hogy még nagy feladatok állnak előttünk. Nagy feladatok állnak előttünk a bankok elszámoltatása kapcsán, hiszen meghoztuk az alapvető intézkedéseket, de nem jutottunk még ennek a folyamatnak a végére. Most fog elkezdődni az a folyamat, aminek a végén 1000 milliárd forint fog visszakerülni az emberekhez, és ez érinti az ajkaiakat is. A rezsicsökkentés is az az eredmény, amit az utóbbi időszakban értünk el, azonban ez is egy olyan kérdés, amit itt Ajkán is és az egész országban meg kell védeni. Látjuk azt, hogy országosan folyamatos támadásnak van kitéve a rezsicsökkentés is az egész Európai Unióban, hiszen az Európai Unió most felkíván lépni a magyarországi árszabályozással szemben, ami veszélyezteti a rezsicsökkentés kérdését. Mindezek a kihívások értékessé és fontossá teszik ezt a mostani választást is, hiszen komoly tétje van ennek a választásnak. Azt fog eldőlni itt a következő időszakban, hogy vajon Ajkán képesek leszünk-e megvédeni a rezsicsökkentést, képesek leszünk-e végigvinni a bankok elszámoltatását, és képesek leszünk arra, hogy itt Ajkán is, és Ajka környékén is, az Ajka környéki embereknek legyen munkájuk. Jó az irány, de folytatni kell az utat, hiszen tudjuk, hogy most is volt itt egy francia cég, amelyikkel stratégiai megállapodást kötött a kormány, és az egyik legnagyobb beruházást hajtja végre itt, és most eddig 800 ember dolgozik ennél a cégnél, de 2016-ban, 2016 végére újabb 100 emberrel növekedhet azoknak a száma, akiket alkalmazni fognak. A tét tehát nagy. Vagy végig tudjuk vinni ezeket a kérdéseket, itt Ajkán is, és lesz egy olyan képviselője, aki egyébként a múltjával igazolni tudja azt, hogy végig tud menni ezen az úton, hiszen tanáremberként része volt abban, hogy az ajkaiakban megbíznak a különböző cégek, a magyarországi cégek és a külföldi vállalatok is, hiszen olyan generációk nőttek föl itt, akik mind szaktudásuk tekintetében, mind hozzáállásuk tekintetében alkalmasak arra, hogy ezért a bizalomért megküzdjenek, és meg is küzdöttek, és el is nyerték ezeknek a cégeknek a bizalmát. Jó vezetővel is állunk szemben, és nem mindegy, hogy a következő időszakban milyen vezetője lesz egy ilyen választókerületnek, milyen lesz az országgyűlési képviselője. Egy országgyűlési képviselő nagyon sokat tud tenni egy választókerületért, föl tud lépni a választókerület érdekébe, el tudja érni azt, hogy a Magyarországra érkező vállalkozások, cégek hova menjenek, melyik térségbe érkezzenek, és jó kapcsolatot ápolva a magyar kormánnyal el tudja érni azt is, hogy a fontos fejlesztések itt helyben, Ajkán, Ajka környékén, a választókerületben valósuljanak meg. Fenyvesi úr, alkalmas jelölt, a legjobb jelölt itt helyben, akit csak találhattunk volna, nincs is nála alkalmasabb jelölt. A tét nagy, hiszen két szélsőséggel állunk szemben, a két alternatíva a választókerületben, két szélsőség. A szocialisták Padur személyében olyan szemét indítanak, aki az egész életvitelével és személyiségével ugyanazt hozza, mint amit egy bukott korszak, a Gyurcsány-Bajnai korszak fémjelez Magyarországon. Egy olyan álláshalmozóval állunk szemben, aki a MAL ZRT-nél, hiszen tudjuk, itt vagyunk helyben, ismerjük azt a nagy katasztrófát, ami az utóbbi időszak legnagyobb környezeti katasztrófája volt Magyarországon. Ő ott tevékenykedett, és a felügyelőbizottság tagjaként azért volt felelős, hogy ennek a cégnek a működése törvényesen, minden szabálynak megfelelően folyjon le. És ennek ellenére nem tett semmit annak érdekében, hogy megakadályozza azt, hogy ez a katasztrófa bekövetkezzen, és a katasztrófa elhárításánál komolyan fellépjen. Nem tett semmit ennek érdekében, holott a szemmel láttára zajlott le egy olyan katasztrófa, amiben 150-en sérültek meg, 10 meghaltak, és nagyon sokan vesztették el a vagyonukat. Semmit nem tett ennek érdekében, az egész személyiségével, életével, és azt, hogy ő egyszerre
több helyen felügyelőbizottsági tag, más cégekben is, önkormányzatok képviselő, tanácsnok, hogy egyben alkalmazottja is a MALZÉRE RT-nek, másrészt pedig szakszervezeti vezető, harmadrészt vagy negyed, ötödrészt még ott is felügyelőbizottsági tag, ez azt mutatja, hogy ő elsősorban arra törekszik, hogy a jövedelmét növelje, hogy a jövedelmét gyarapítsa, ne pedig a vállalkozó, de pedig az egyszerű emberek, a magyar emberek érdekében lépjen föl, akik bérből és fizetésben élnek, és keményen dolgoznak Magyarországon. A másik oldalon pedig ott van egy jobboldali szélsőség, akik és aki jelöltként elsősorban arra koncentrál, hogy megosszon bizonyos szélsőséges posztokat az interneten, olyan híreket és olyan eseményeket közöljön, ami teljes egészében vállalhatatlan egy demokratikus Magyarországon, és ahelyett, hogy valóban az emberek problémájával foglalkozna, megpróbálja megosztani Magyarországon a különböző társadalmi csoportokat, és ezzel kíván politikai előnyre szert tenni. Ez mindenképpen vállalhatatlan, ezért ma a választás úgy néz ki, hogy vagy elmegyünk a múlt irányába, megtörténhet az, hogy visszatérjünk itt helyben a Gyurcsány-Bajnai korszakhoz, vagy a szélsőségeseket választjuk, egy szélsőséges megosztó politikát választunk Magyarországon, vagy pedig a jövőre, a fejlődésre fogunk szavazni. Nekünk az a legfontosabb, hogy Magyarország, a magyar emberek egyre jobban gyarapodjanak, növekedjenek Magyarországon a jövedelmek, be tudjuk indítani itt is Ajkán a jövedelem növekedésére vonatkozó programjainkat, ezt ne felejtsük el, hogy az utóbbi időszakban a minimálbér is nagyon nagy arányban növekedett, 43%-kal nőtt meg a minimálbér 2010 óta, és most már 100 ezer forint fölött, 105 ezer forint fölött van, tehát láthatjuk, hogy itt egy nagy növekedés következett be, és a következő időszakban minden területen koncentrálni kívánunk arra, hogy a jövedelmek növekedjenek. A családok támogatása is kiemelt célként szerepel a következő időszakban. Elkívánjuk indítani a két gyermekes családok anyagi támogatásának növelését, fokozatosan duplájára fogjuk növelni azt a támogatást, ami Magyarországon a családban, a két gyermeket vállaló családokban van, és szeretnénk azt, hogy ezt néhány éven belül el is érjük. Kidolgoztunk a családok támogatására egy otthonteremtési rendszert, aminek következtében most már 500 ezer forinttól 3 millió 200 ezer forintig terjedő támogatásban részesülnek a családok, és most már az egy gyereket vállaló családok is részesülhetnek támogatásba, és azok is részesülhetnek támogatásba, akik a lakásukat bővíteni szeretnék, nem csak új lakást vásárolni, és a használt lakások vásárlására is lehet ezt az összeget fordítani. Komoly eredményeket értünk el az utóbbi időszakban, szeretnénk megtartani ezeket az eredményeket, ahol szükség van olyan emberekre, akik nem csak szavazatukkal támogatják a Fidesz kormányt az országgyűlésben, hanem tevékeny részesei tudnak lenni egy választókerület életének, egy város életének is, és sokat tudnak tenni az felhalmozott tapasztalatukkal annak érdekében, hogy együtt, egymás kezét fogva egyről kettőre jussunk, és az ország, Magyarország a következő időszakban töretlenül tudjon fejlődni. Köszönöm szépen, és átadnám a szót Fenyvesi úrnak. Köszönöm szépen. Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit és a sajton keresztül a választópolgárokat, az itt lakó embereket. Tanári pályafutásom évei alatt igyekeztem tevékenyen részt venni a helyi közigazgatásban is. Helyi önkormányzati képviselő voltam, és 2014 őszétől a megyei közgyűlés alelnöke vagyok. Ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan személynek az utóda lehetek, ha április 12-én a választók is így döntenek, aki egész életét annak szentelte, hogy térségünk fejlődjön és gyarapodjon. Én sem tűzhetek ki magam elé kisebb célt. Az elmúlt évek közös erőfeszítései sok eredményt hoztak, hiszen 3%-kal növekedik a gazdaság, szinte 0%-os az infláció, zajlik a banki elszámoltatás, és mintegy 450 ezer új munkahely jött létre 2010 óta Magyarországon. Ezek nagy eredmények. Ami a jövőbeli célokat illeti, azért küzdök majd, hogy még több munkahelyteremtő beruházás érkezzen Ajkára és a térségbe. A munkanélküliség csökken,
de nem lehetünk elégedettek egészen addig, amíg a teljes foglalkoztatást el nem érjük Magyarországon. Ahogy a szóvivő úr is említette, az idén januárban megkötetett egy stratégiai megállapodás a Löberhier céggel, ami egy nagyon fontos lépés volt, ami új beruházás és új munkahelyeket hozhat a térségbe. Örömmel jelenthetem be, hogy tárgyalások folynak egy másik céggel is, és reményeink szerint nem sokára egy újabb ajkai cég köthet a kormánnyal stratégiai megállapodást. Minden eszközzel támogatni fogom ezeket a munkahelyteremtő beruházásokat, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a térség fejlődjön, új munkahelyek jöhessenek létre. Azt is el kell mondanunk, hogy egy óriási lehetőség és óriási fejlődés előtt áll az ország, és fejlődés előtt áll a térségünk is. Hiszen az új Európai Uniós ciklusban, amely 2020-ig tart, 12 ezer milliárd forint fejlesztési összeg érkezik az országba, és ennek a 12 ezer milliárd forintnak 60%-a munkahelyteremtése, gazdaságfejlesztése, új munkahelyek létesítésére fog megtörténni. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ebből a támogatási összegből minél többet sikerüljön Ajkára hozni, minél többet kapjanak az ajkai vállalatok, vállalkozók is. De nem csak a gazdaságban történtek meg komoly lépések és fejlesztések, meg kell említeni a kórházfejlesztést is Ajkán, amely az elmúlt időszakban közel 4 milliárd forintos fejlesztést kapott, megújult a sürgősségi ellátás, új nyílászárókat kapott az épület, és folyik egy struktúra átalakítás, ami elmondható, hogy Veszprém megye ennek a struktúra átalakításának nyertese lesz. És ha Veszprém megye nyertese, akkor ebből következően az Ajkai Kórház is nyertese lesz. Nem állunk meg, folytatjuk a konzultációt, és hamarosan elkezdek én is egy egészségügyi konzultációt a térségben, Ajkai Kórház, illetve a Tapolcai Kórház ügyében tárgyalásokat fogunk folytatni azokkal a személyekkel, azokkal a szervezetekkel, akik az egészségügyben jártasak és komolyan meghatározott tényezők. Amennyiben a választók bizalmat szavaznak nekem, azért dolgozom majd, hogy a bérből és fizetésből élők, a mindennap koránkelők és keményen dolgozók terhei itt, Ajkán is csökkenjenek. Ennek megfelelően támogatom a kormány béremeléssel és további adókedvezménnyel kapcsolatos döntéseit. Támogatom az óvodai fejlesztéseket, a gyermekek ingyenes étkeztetését, az új otthonteremtési támogatási programot és április végén induló társasházi fűtésrekonstrukciós programot is. Ezek az intézkedések, ezek az ajkai emberek számára is jók, az ajkai emberek, illetve a térségben élők, a térségben dolgozók számára is kedvezőek és létfontosságúak. Ezért április 12-én arról fogunk dönteni, hogy sikerül-e további munkahelyeket teremteni és jelentősen javítani a koránkelő, keményen dolgozó magyar emberek sorsát. Sok munka előttünk, sok célunk van, és szeretnénk is tenni ezért a térségért. A következő napokban, következő hetekben közel 20 fórumon, konzultáción fogok részt venni. Igyekszem Ajka, Sümeg, Tapolca és a Balaton felvidék településeivel, lakosaival találkozni, az ő igényeiket, problémáikat felmérni és programunkba beépíteni, és ezeket lehetőségünk szerint megoldani. Köszönöm szépen a lehetőséget! Vég László, Sümegváros polgármestere stúdiónkban számolt be arról, miképpen változott az önkormányzatnál a támogatások rendszere a szociális törvény módosítása után. A város első embere további tájékoztatást adott a településfejlesztési koncepció kidolgozásának fejleményeiről és a közelgő választásról. Most pedig folytatjuk a beszélgetést Vég Lászlóval, Sümegváros polgármesterével. Nemrégiben volt a stúdiónk vendége, szintén dr. Györkös Nikolett, és elmondta, hogy a szociális törvény változott, egy-két feladat az önkormányzattól átkerült a járáshoz. Hogyan érinti ez az önkormányzatot? Én is nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Valóban február 26-ai testületi ülésen foglalkoztunk a szociális rendeletünkkel, amiről Györkös Nikolett beszélt, ugye ez valóban érinti a településeket, itt Sümeg városát is, ezért kellett nekünk március 1-i határidővel újraalkotni a szociális rendeletünket. Igen, érinti, de
mielőtt valaki azt hinné, hogy ezek olyan gyökeres változások, legalábbis a lakosság vagy a szociális segélyeket igénybe vevők szemszögéből, azért szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy tulajdonképpen nem, erről szó sincs. Én, ahogy elmondtam a testületi ülésen, a napirendi pont előtt Sümeg városa senkinek nem fogja elengedni a kezét. Tehát a rászorulók, ők meg fogják kapni ezután is ezeket a támogatásokat, segélyeket. Viszont az igaz, hogy volt néhány olyan dolog eddig, és ez a lakosság részéről már évekkel ezelőtt tulajdonképpen folyamatosan visszajutott a város vezetők fülébe, hogy nagyon sokan elégedetlenek azzal, hogy most kisarkítva van, aki Mercedes-szel megy a segélyért. Tehát ezeket a potya utasokat, ezektől a potya utasoktól azért szeretnénk megszabadulni. És van néhány olyan pont, vagy volt néhány olyan pontja a szociális rendeletünknek, ahol úgy láttuk, hogy beépíthetünk ilyen gátakat. Például már eleve azzal, hogy akik rendszeresen igénybe vesznek mondjuk lakhatási támogatást, vagy pontosabban, amit még március 1-ig lakhatási támogatásnak neveztünk, az most más néven, de gyakorlatilag ugyanolyan funkcióval érvényben marad. Tehát akik ilyen rendszeres támogatásokat igénybe vesznek, azok nem vehetnek igénybe korlátlanul ilyen extra segélyeket. Erre szerintem vigyázni kell, mert van, aki gyakorlatilag ebből él, vagy legalábbis több százezer forintos jövedelemhez jutott eddig a különböző segélyekből. Hogyha mindig csak egyedileg vizsgáljuk, vagy vizsgáltuk ezeket, akkor ugye ezeket nagyon nehéz volt kiszűrni. Most hoztunk egy olyan rendeletet, pontosabban a szociális rendeletünknek ez része, hogy négyszer lehet igénybe venni ilyet, és ezek mindig leszámítódnak egy éven belül. 60 napon belül nem lehet beadni, legalábbis alaphelyzetben, ilyen rendkívüli támogatásra kérelmet, hogyha valaki természetesen olyan élethelyzetbe jut, hogy feltétlenül szükséges, akkor egyedi elbírálás alapján én személyesen, tehát a polgármester hatáskörébe utaltuk, hogy engedélyezheti természetesen 60 napon belül is. Egy másik érdekes dolog a tüzelő támogatás. Ugye ezt is nagyon sokan igénybe vették eddig is, és valóban sajnos vannak nagyon sokan, akik rászorulnak erre a dologra. Viszont az élet az olyan, és nyilván egy polgármester meg a testületi tagok tájékozódni kell, hogy tájékozódjanak az ilyen visszaélésekről, hogy bizony előfordult eddig, hogy az egyik jogosult például megmondta, amikor megkapta a fát, hogy le se öntsék, mert ő eladta. Tehát voltak itt ilyen visszaélések bőven, és eleve egy nagyon érdekes dolog az, hogy Sümegen mindenki hasogatott fát, tehát konyhakész tűzifát kap. Erről elbeszélgettünk a testületi tagokkal, a közszolg ügyvezetőjével, osztályvezető asszonnyal, hogy ez tényleg egy akkora luxus, amit nem engedhet meg magának Sümeg. Egyébként ez más településeken nem is így van. Tehát ugye ezt megbeszéltük akkor egymás között, hogyha van egy egyébként valóban nehéz helyzetben lévő, tehát mondjuk hosszú ideje munkanélküli és segélyekből élő, de egyébként fiatal, egészséges ember, annak ugyan miért kellene nekünk hasogatott tűzifát adni. Tehát innentől kezdve csak 70 év felett jár konyhakész hasogatott tűzifa, természetesen 70 év alatt is kaphat valaki, hogyha olyan az egészségi állapota, de ezt is külön meg fogjuk vizsgálni. Egyébként alaphelyzetben, hát akkor vágja össze magának, hasogassa össze a tűzifát, hogyha ilyen támogatásra szorul. Tehát, igen? Kitom csak, hogy most ugye egy-két támogatás átkerül a járáshoz. Most ön ugye arról beszélt, hogy az a tapasztalat, amit láttak helybe,
amit jónak gondoltak, vagy ki tudták mondjuk a visszaéléseket szűrni, azok most a járásnál, gondolom én, tehát központosítva lesznek. Meg tudják ugyanezt a szűrést tenni mondjuk a járásnál? Hát valószínűleg, hogy nem, vagy legalábbis sokkal nehezebben, de igazából... Igen, de igazából ez nem hiszem, hogy olyan nagy problémát jelent, hiszen a járáshoz például a közgyógykerület, ugye ott tényleg ilyen automatizmusok vannak. Persze pont a közgyógyjal kapcsolatban, hát nyilván ott is lehetnek érdekes esetek, hiszen nyilvánvaló, persze egy hatóságnak egy bizonyos limithez kell kötni minden rendeletet, ezt másképp nem lehet megcsinálni, de mondjuk az, hogy valakinek mondjuk 75 000 forint a nyugdíja, a másik embernek pedig 68 000, tehát mondjuk ez a pár ezer forintos különbség jelentheti azt, hogy valaki éppen az fölé, a határ fölé esik, amikor már nem jár közgyógy, és ő neki adott esetben 30 000 forintot kell így elkölteni a gyógyszereire. Tehát vannak azért kényes dolgok, de minden esetre ezeknél a rendeleteknél, segélyeknél sokkal jobban működhetnek az automatizmusok. Meg hát ugye a járásnál ezek a jövedelempótló támogatások maradnak, tehát hogyha valaki tartósan munkanélküli, akkor megkapja azt a bizonyos összeget, meg hát nyilván, hogyha a jövedelmi viszonyai egyébként ilyenek. És amik tehát a városnál, az önkormányzatok hatáskörében maradtak, ott mi úgy gondoltuk, hogy néhány esetben, de így bele tudunk nyúlni ebbe a dologba, és ezzel is talán egy ilyen igazságosabb elosztás felé tereljük a dolgokat. Hozzáteszem, hogy ezzel valószínűleg nem spórolunk egy fillért sem. A költségvetésünkben is ugyanannyi pénzt hagytunk az ilyen célokra, mint tavaly. Akkor eleve kialakulatlan volt még ez a dolog, amikor a költségvetést összeállítottuk, és úgy láttuk jónak, hogy a keret ez mindenképpen maradjon meg, de aztán majd meglátjuk persze, hogy hogyan alakul ez az év, de én azt mondom, hogy nagy valószínűséggel nem fogunk mi spórolni ezeket, nem is ez a cél, hanem valóban egy olyan életet, olyan körülményeket szeretnénk kialakítani Sümegen, amikor egyrészt az önkormányzat nem herdálja el az adófizetők pénzét, de a valóban rászorulók megkapják továbbra is a segítséget. A legutóbbi testületi ülésen több pontot tárgyaltak, az egyik, amin a legtöbb vita volt, ez a településfejlesztési koncepció, ugye itt egy tervezetet el kell készíteni, és az önkormányzat egy pesti céget bízott meg ezzel. Nem lehetett volna helyben elkészítetni? Nem, meg vagyok róla győződve, hogy nem. Egyébként én ezt az egész vitát kicsit, ahogy el is mondtam, ezt a testületi ülésen méltatlannak éreztem a sümegi testülethez és Sümeg városához, mert én úgy éreztem, hogy ez megint az a vonal, amikor arról beszélünk, hogy tavaly jelent meg még a választások előtt egy ilyen írásom a Marcell Partiban, hogy a tükröt elég három csavarral feltenni a falra. Tehát Sümegnek valóban tisztelnie kell önmagát. Én azt mondom, hogy a településfejlesztési koncepció elkészítése, erről egyébként kb. 3/4 órás vita folyt a testületén, ami számomra eleve meglepetés volt, mert nem is először került a testület elé, meg különböző, még a testületi ülés előtti konzultációkon, egyeztetéseken ezt nagyon sok képviselővel átbeszéltem, és én ebben ilyen kicsit demagóg politikai dolgot látok egyébként. Ugye Farkas Béla képviselő úr képviselte azt a testületi ülésen egyedül, hogy nem kellene ezt elfogadni, és hogy helyi embert bízunk meg ezzel. Ami persze egy laikus számára nyilván nagyon jól hangzik, és képviselhető álláspont, csak hát ez nem így van. Ahogy
Papp Zoltán főépítész úr is elmondta a vitában, mert ugye Farkas képviselő úr többek között arra hivatkozott, hogy vannak nekünk kiváló szakembereink, mint Olt István vagy Papp Zoltán főépítész, akik ezt a településfejlesztési koncepciót képesek lennének elkészíteni, és ők amúgy is fizetést kapnak az önkormányzattól. Most külön-külön ez persze természetesen igaz, mert valóban ők fizetést kapnak az önkormányzattól, és nyilván a diplomájuk, a végzettségük, meg a szakmai tapasztalatuk alapján gondolom én is, hogy képesek lennének egy településfejlesztési koncepció elkészítésére. Csak hát ez nem úgy van, hogy valaki megkapja a fizetését, egyébként dolgozik a hivatalban, és amellett bevállal egy olyan munkát, ami eleve nem csak neki jelent munkát, hanem nagyon sok embert, szakértőt, munkatársat be kell vonni, és meg kell tulajdonképpen fizetni. Ezt egyébként Papp Zoltán nagyon korrektül el is mondta, hogy igen, köszöni szépen a bizalmat Farkas képviselő úr részéről, és képesnek is érzi magát arra, hogy egy ilyen koncepciót elkészítsen, de valószínűleg ugyanennyi pénzért tenné meg, hiszen ez a bizonyos 3,6 millió forint, amiről szó van, hát abból nagyon sok, végül is a többsége nagy valószínűséggel elmegy más munkatársak, külső szakértők megfizetésére. Ez egy nagyon komplex dolog egyébként, ez a településfejlesztési koncepció, és Lunk Tamásnak, aki végül is elnyerte ezt a munkát, aki most el fogja készíteni számunkra, Lunk Tamás, illetve Acél Gábor. Acél Gábor neve az építész szakmában szerintem mindenkinek ismerős, még a félig meddig laikusoknak is. Tehát igazán kiváló szakértők fogják elkészíteni Sümeg településfejlesztési koncepcióját. Hogy más nem mondjak, Győr Zalaegerszeg számára is ők készítették, Tapolca város számára is ők készítették, és a testületén is elmondtam többször is, hogy nincs időnk, tehát most valóban nincs időnk arra, az integrált településfejlesztési stratégia már készül, és tulajdonképpen ugye most párhuzamosan kell elkészíteni a két dolgot, pedig normál helyzetben, normál esetben a településfejlesztési koncepciónak meg kellene előznie, meg kellett volna előznie az ITS elkészítését, mert hát ez arra épül. Nekünk ez kifejezetten fontos most, amikor valóban ki fognak jönni majd a pályázatok néhány hónap múlva, és én nem szeretnék abba a hibába esni, mint az előző ciklusban nagyon sokszor, hogy beszélünk dolgokról, de aztán, amikor odaérünk, akkor ilyen méltatlan vitákat folytatunk kifelé, a nézők felé. Itt sokszor szükség van arra, hogy viszonylag gyors, persze megalapozott döntések szülessenek. És én különösen azért tartottam méltatlannak és kicsit felháborítónak is ezt a vitát, mert valóban az elmúlt 4 évben születtek olyan döntések, amiket nem hiszem, hogy meg tudna magyarázni akár Farkas képviselő úr is, aki ugye ott ült a testületben tavaly is, meg tavaly előtt is, vagy volt polgármesterünk, ezt is elmondtam, hogy például itt a szeméttelep rekultivációs pályázat, ami nem is volt kiírva, hanem kármentesítésre volt kiírva egy pályázat, de azért Sümeg városa beadta rekultivációra, elkészítetett különböző megvalósíthatósági tanulmányokat, összességében több mint 6 millió forintért. Ezek a számlák már tavaly év elején, tehát egy éve, sőt több mint egy éve ott parkoltak az önkormányzatnál, és igazából az új önkormányzatnak, mondhatom azt, hogy nekem kellett helytállnom ezekben az ügyekben is, és nem volt más választásunk nyilván, hogyha el akartunk kerülni egy újabb biztos bukásra ítélt pert, hogy kifizessük ezt a nem kevés pénzt. Tehát akkor valóban születtek ilyen felelőtlen döntések, de most ez a döntés, ez valóban egy szükséges és felelős döntés volt.
Csak röviden, miről szól ez a településfejlesztési koncepció? A településfejlesztési koncepciónak eleve két része van. Tehát ebből egyébként sok félreértés származott a frakción belül is, amit helyre kellett tenni. Ez egyáltalán nem ugyanaz, nem a gazdaságfejlesztési elképzeléseket tartalmazó koncepció, amikből egyébként valóban sok készült a tavalyi év folyamán a kampány időszakban. Mi is, tehát az a kör, akikkel én indultam a választáson, készített ilyeneket, a polgári önképzőkör már nyár elejére tulajdonképpen készen volt egy ilyen gazdaságfejlesztési koncepcióval, de ott tulajdonképpen a mi vágyaink, elképzeléseink fogalmazódtak meg, egyre konkrétabb formában természetesen, de ezek mögé akkor sem volt téve sem építészeti szempontból, sem más városrendezési szempontból semmi. Megfogalmaztunk olyan célokat, amit szeretnénk elérni, a vége felé már megfogalmaztunk mellé konkrétabb dolgokat is, hogy például milyen pályázatokat szeretnénk felhasználni, tehát például a területfejlesztési operatív programokkal azért szinkronba hoztuk az elképzeléseinket, de egy településfejlesztési koncepció ennél sokkal több. Tehát itt eleve egy hosszú távú dologról van szó, ez nagyjából minimum 10, de inkább 15 éves koncepció. Ebben nem csak a gazdaságfejlesztés van bent, hanem a település szerkezetnek a további fejlődése, illetve lehetőségei. Tehát ahogy ezt elmondtam ott a testületén is, ez valóban nagyon hozzáértő embert kíván, aki egyrészt építész szakember is, másrészt pedig nyilván feldolgozza azokat a városfejlesztési elképzeléseket is, amelyeket mondjuk az önkormányzat vagy mások a civil szféra megfogalmazott. Mennyire veszik igénybe egyébként ők mondjuk a helyi ismereteket, elvárásokat, hiszen arra gondolok egyébként, hogy ők valamit gondolnak a településről, de nem ők azok, akik mondjuk reggel itt kelnek, vagy este itt fekszenek és együtt lélegeznek a várossal. Ez teljesen így van, és nyilván nem is így készül a településfejlesztési koncepció. Ők már most is megkapták a mi elképzeléseinket, másrészt pedig ennek a folyamatnak része, és szigorúan része kell is, hogy legyen a társadalmasítás. Tehát a településfejlesztési koncepciót készítő csapat le fog jönni Sümegre, nem is egyszer, hanem több alkalommal a következő nagyjából 4-5 hónapban, és nem csak az önkormányzattal, vagy a meghívott civil szervezetek képviselőivel fognak ők beszélgetni és tárgyalni, hanem olyan fórumok is lesznek, vagy hát egy biztosan lesz, ahol bárki az utcáról bemehet és elmondhatja az elképzeléseit. Tehát a településfejlesztési koncepció elkészítésének eleme, kötelező eleme a társadalmasítás. És egyébként ezt is persze nagyon sokan elmondták, ahogy ön is, hogy nyilván a sümegiek értenek ehhez, vagy a sümegiek élnek itt, és tudják megmondani, hogy mit akarnak, és merre fejlődjünk. Ez így van, ezt el is mondtuk, és el is fogjuk mondani ezeknek a szakembereknek, viszont abba a formába önteni, hogy ez valóban használható dolog legyen, egyrészt a pályázatoknál, másrészt az ITS-nél, harmadrészt pedig, ugye 2018-ig nekünk új településrendezési tervet kell csinálni, a legutóbbi 2002-ben készült. Ennek egész egyszerűen nélkülözhetetlen eleme a településfejlesztési koncepció. És ugye ott arról is szó van, hogy valóban mely település részek merre terjeszkedjenek, hova települjenek ipari területek, üzemek, lakóterületek. Ezt nyilván, hogy a mi elképzeléseink szerint, de ezt a bizonyos 314/2012-es kormány rendeletet betartva kell elkészíteni, ami tényleg nagyon nagy szakértelmet kíván, és ennek egy elég hosszú
folyamaton kell aztán, tehát engedélyezési folyamatokon kell átmenni. A megyei építészkamara, a főépítész véleményezni fogja, és nagyon szigorú elvárások vannak. Tehát én azért szerettem volna ezt ott a vitában is kiemelni, hogy megfelelő szakembert kell találni, és hogyha valóban Sümeg el akar indulni azon az úton, hogy komolyan veszi magát, és elvárja másoktól is, hogy komolyan vegyék, meg hát eleve elő akar készíteni dolgokat, hogy sikeres legyen a következő 4-5 évben, vagy mondjuk 6-7 évben, ugye, hogyha az uniós ciklusra gondolok, akkor ezt meg kell lépni, és én úgy érzem, hogy méltatlan is volt ez a vita, de örülök neki, hogy végül is 6-1 arányban a testület megszavazta. Harmadik témánk tényleg nagyon röviden, hiszen úgyis fogunk még erről nagyon sokat beszélni. Választás lesz. Ugye Lasztovica Jenő halála után új országgyűlési képviselőt kell választani itt a térségben. Fenyvesi Zoltán lesz a Fidesz-KDNP jelöltje. Ugye ön Lasztovica Jenőnek jó barátja volt, tehát nem csak pártársa vagy munkatársa volt, hanem jó barátok is voltak. Nagyon sok mindent mondhatom úgy, hogy közvetlen hangnemben meg tudtak beszélni. Fenyvesi Zoltánnal milyen a kapcsolata? Esetleg felvázolta, hogy mire lenne szüksége Sümegnek, térségnek, és hogy látja majd az együttműködésüket? Így a Fenyvesi Zoltánt is persze viszonylag régóta ismerem, de olyan kapcsolatban, mint Lasztovica Jenővel, hát most sem vagyok vele, és mondjuk úgy egy jó éve ismerem úgy Zolit, hogy úgy viszonylag többször beszélgetünk, találkozunk és beszélgetünk személyesen. Én nagyon fontosnak tartom, és ezt nem csak a hogy mondjam, nem csak az mondatja velem, hogy pártársam nyilván, de én most Sümeg szempontjából is nagyon fontosnak tartom ezt a választást, és nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a Fidesz-KDNP jelöltje Fenyvesi Zoltán legyen a befutó április 12-én. Pontosan azért mondom ezt, mert igen, én nagyon sokat beszélgettem, hát az utóbbi körülbelül egy hónapban a mi elképzeléseinkről, céljainkról itt Sümegen. Ez egyébként egy nagyon érdekes választókerület, hiszen három nagyon jól elkülöníthető részre tagolódik, és nem csak politikai, meg pártszimpátia szempontjából, hanem a tennivalók a gazdaságfejlesztés szempontjából is. Ugye Ajka az mindenképpen a legnagyobb város, meg a legfejlettebb is. Ugye Ajkán a hivatalos munkanélküliségi mutató az 3%, az az egyik legjobb az országban. Ott van egy hatalmas ipari park, autóipari beszállítók tömkelegével, és nem hogy Ajka városából, hanem a tágabb környékből, még a sümegi járásból is, Káptalanfa, Nemeshany környékéről nagyon sokan dolgoznak Ajkán. Tapolca meg a Balatonpart az megint egy más terület, más problémákkal. Sümeg az meg, hát sajnos hagyományosan már 25 éve a legnagyobb munkanélküliséggel rendelkező terület. Most is 10% közelében van a hivatalos munkanélküliség. Nekünk mindenképpen ez az elsődleges. A sümegi járásban a munkanélküliségi mutatókon kell javítani elsősorban, és ennek két módja van. Ugye nyilván az a módja, ami egyből eredményt hoz, tehát heteken belül mondhatom, vagy hónapokon belül, az a közmunkaprogramoknak a kibővítése. Sokan húzzák a szájukat a közmunkaprogramokra, és természetesen az lenne az ideális és a jó, hogyha mindenkinek olyan munkahelye lenne, ahol normális fizetést kap, és nem ezt az 50 000 körüli összeget, de azért azt is látni kell, hogyha való életben mozgunk, hogy sajnos tényleg nagyon sok olyan ember van Sümegen is, akiknek az iskolai végzettségük, tehát ugye még a 8 általános súk sincs meg egyéb életkörülményeik miatt
ők gyakorlatilag alkalmatlanok arra, hogyha nagyon őszintén akarunk beszélni, hogy egy olyan munkahelyre menjenek el, ahol akár csak betanított munkát kell végezni. Az ősz... Segíteni egyébként meg a munkáteremtésben? Igen, meg vagyok róla győződve, hogy tud. Itt eleve azt ajánlom minden választópolgárnak a figyelmébe, hogy ugyan lehet hangzatos szlogeneket megfogalmazni minden politikai párt részéről, meg ugye hát nem régen volt a veszprémi választás, ahol tulajdonképpen a mostani ellenzék, mondhatom úgy, hogy egy kicsit könnyű helyzetben volt, hiszen az ő kampányuk központi kérdése, szlogenje volt a kétharmad lebontása. Hát idézőjelben, de én egy kicsit tényleg örömmel akkor bejelenthetem, hogy ez sikerült az MSZP-nek, a DK-nak, lebontották a Fidesz kétharmadát, és azért mondom, hogy idézőjelben ugyan, de egy kicsit tényleg hál' Isten, hogy itt már nálunk ezzel nem valószínű, hogy előhozakodnak, hiszen semmi értelme nem lenne. Ráadásul itt egy kicsit tisztább a kép. Itt senki nem bújt a függetlenség állarca mögé, egyébként pedig ugye támogatták a baloldali pártok a veszprémi jelöltet. Itt mindenki felvállalja a párthovatartozását, legalábbis azok a jelöltek, akik esélyesek a befutóra, tehát itt az MSZP DK jelöltje, illetve a Jobbik jelöltjének a neve mögött is ott van, a pártjának a neve is, természetesen Fenyvesi Zoltán neve mögött is ott van, hogy Fidesz-KDNP. Bocsánat, hogyha most említettem a Veszprém esetet, ugye a szakértők azt mondják, hogy ami történt tulajdonképpen az, hogy a fideszes választók nem mentek el szavazni. Tesznek önök mondjuk mozgósítást annak érdekében, hogy ne történjen meg ebbe a választókeretbe, vagy Sümegen ne történjen meg ugyanaz, mint Veszprémben? Természetesen. A Fidesznél is, meg hát minden politikai pártnál megvannak ezek a technikák. Én nagyon jól tudom, hogy Veszprémben is az utolsó héten a Fidesz is mozgósított, természetesen az MSZP is, buszokkal szállították oda több ezer aktivistát, az MSZP-sek, még az utolsó nap is mozogtak a városban, minden párt igyekszik mozgósítani a biztos szavazó bázisát. És valóban, ahogy ön mondta, ez a Fidesznek most nem sikerült. Hogy ennek mi az oka? Hát én nem vagyok hivatott ezt eldönteni, de úgy látom, hogy Veszprémben azért voltak olyan problémák is, hogy nyilván Navracsics Tibor helyett, akit lehet egyáltalán állítani, az nehéz helyzetben van, hiszen Navracsics Tibor egy ismert, országosan ismert politikus volt, nagyon sok helyi kötődéssel ettől függetlenül. Talán Németh Lajos alpolgármester úr nem tudta őt ilyen szempontból helyettesíteni, attól függetlenül, hogy ő is egy kiváló ember, de én a nagyobb gondot egyébként abban látom valóban, hogy itt azok a protest szavazók pontosan a kétharmados szlogen miatt mind elmentek szavazni, akik mondjuk a Fidesz ellen akartak szavazni, és hát hogy miért, ezt nem tudom, de valóban a Fidesz táborának, vagy legalábbis a tavalyi táborának a mozgósítása pedig nem sikerült. Természetesen Sümegen is fogunk mozgósítani. Egyébként azt elmondhatom, hogy az aláírásgyűjtés ugye még folyik ugyan, hiszen múlt hétfőn indult a támogató aláírások gyűjtése, és a Sümeg városa és sümegi járás nagyon jól teljesít ebben. A választókerületen belül elmondhatom, hogy mi állunk a legjobban, tehát hál' Isten úgy tűnik, hogy itt Sümegen és Sümeg környékén azért még mindig a Fidesz-KDNP a legerősebb, és én bízom is benne, hogy valóban Fenyvesi Zoltán fog a parlamentbe kerülni, aki mint kormánypárti képviselő tud egyáltalán segíteni a céljaink elérésében. Én nekem, mint
fideszes sümegi polgármesternek, hát ez lenne az igazsága az egyetlen olyan megoldás, amivel biztosítva látom azt, hogy valóban 2019-ig elérjük azokat a céljainkat, amit kitűztünk magunk elé sümegen. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Március 8-án Sümegvárosa is köszöntötte a hölgyeket a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Véglászló polgármester beszéde után zenés dalcsukor fogadta a megjelent hölgyeket. Most ezekből a melódiákból szemezgettünk önöknek. Nőnapon különösen egy ilyen köszöntőt mondani, mert nagyon nagy a csábítás a közhelyekre. A közhelyek különben is nagyon nagy csábítást jelentenek egy ilyen ünnepi szónoknak, és itt a nőnap kapcsán pedig aztán tényleg különösen, hiszen itt maga a nőnap is, én szerintem legalábbis, sokat változott a jelentése, az ünnep tartalma. Én tényleg nem akarok itt kis történelem órát tartani, de azt azért gondolom mindenki tudja nagyjából, hogy ez egy ilyen igencsak erősen baloldali kötődésű ünnep volt még a kezdet kezdetén, 1917-ben, hiszen arról volt szó, hogy a nők, a hölgyek rendelkezzenek választójoggal, vállalhassanak munkát. Na most én úgy látom itt a 21. század elején, hogy ez talán túl jól sikerült ez a projekt, legalábbis, ami a munkát illeti. Mert a hölgyek bizony dolgoznak, és azon kívül megmaradt nekik az a funkciójuk is, ami egyébként hagyományos, és a természet adta nekik, hogy családanyák, szeretők legyenek, nagymamák egy bizonyos életkor után, vagy dédnagymamák, és összetartsák a családot. Ezt a terhet senki nem vette le a vállukról, és nem is fogja, de emellett a többségüknek bizony dolgozni is kell a munkahelyén, és helyt kell állni néha még a férfiak helyett is. Én úgy gondolom ezért, hogy nem ezt a harcos, feminista oldalát kell manapság már kidomborítani ennek az ünnepnek, hanem inkább talán azon kell elgondolkodnunk, hogy valóban mit is jelent, és engedjék meg, hogy egy kicsit önző módon, meg nyilván én más helyében nem tudom beleképzelni magam, de mit jelent nekünk férfiaknak ma a nő, illetve a nőnap. Hát ezzel kapcsolatban nekem egyből az a kérdés jut eszembe, hogy vajon a nők, végig tekintve ezt a nagyjából 100 évet, ugye a nőnap történetét, hogy vajon még most is ragaszkodnak-e ehhez a harcos dologhoz, és ragaszkodnak-e ahhoz, hogy a férfiak tekintsék őket tulajdonképpen férfinak. Tudjuk, ebben az országban volt olyan időszak az 50-es években, amikor a hölgyek elmentek traktorosnak is, a nagy egyenjogúság nevében. Hál' Isten, talán már nem itt tartunk, és a hölgyek, a bizonyos részük biztosan nagyon örülnek annak, hogy munkát vállalhatnak, és érzik, hogy szükség van rájuk a társadalomban, mint munkavállalóra, értelmiségére, fizikai munkásra, bármire. De én azt hiszem, hogy a férfi és a nő kapcsolatban és a nőnap mai jelentésében talán az kerül előtérbe, hogy a férfiak mennyire lesznek lovagok, mondjuk. Mennyire illik megdicsérni egy nőt azért, mert szép, azért, mert kedves, hogy vajon illik ez? Voltak olyan időszakok az elmúlt évszázadban, az elmúlt néhány évtizedben is, amikor ez egyáltalán nem volt bevett szokás, és azt mondták, hogy ez így nem jó, nem kell. Én nekem teljesen más a véleményem erről, és így nőnapon én csak azt tudom mondani az egybegyűlt hölgyeknek, hogy nagyon örülünk, hogy itt vagyunk együtt, és én személy szerint is nagyon örülök, hogy ennyi kedves, szép hölgyel lehetek egy teremben, és egy fantasztikus műsorral készült nekik egyébként a Művelődési Ház közössége. Én ezt, mint egy ajándékot átnyújtom a jelenlévőknek, és nagyon remélem egyébként, hogy ez a rendezvény is egy láncszem lesz abban a sorban, ami már talán elkezdődött itt a tavalyi év őszén, az adventjében, hogy jól érezzük magunkat együtt,
most különösen szeretnénk, hogyha a hölgyek éreznék jól magukat, és a közösség így formálódik, alakul sümegen. És ha már munkáról van szó, azt is szeretném még itt, mint egy végszóként elmondani, hogy igenis számít a mostani városvezetés mindenkire, de a hölgyekre kifejezetten is, hiszen, hogyha már polgármesterként, félig-meddig politikusként állok itt, azért el kell ismerni, hogy bizony a politikában egyre nagyobb szerepük van a hölgyeknek, és ez nagyon jó, és remélem, hogy a jövőben még nagyobb szerep fog jutni nekik, a politikában, a közéletben is, és a városunk is számít a hölgyek kedvességére, odaadására, ötleteire, nagyon jó ötleteik vannak a hölgyeknek, szinte mindig, és mi valóban számítunk erre. És akkor most engedjék meg, hogy tulajdonképpen mint konferencia is működjek, és bejelentsem, hogy a Művelődési Központ egy meglepetés programmal készült önöknek, tehát erről még soha senki nem hallott, nem jelent meg a plakátokon. A meglepetés műsor első része az a Művelődési Ház férfi dolgozóinak a meglepetés műsora, és engedjék meg, hogy felkonferáljam most Fodor Józsefet, aki egy teljesen új szerepben fog feltűnni a színpadon. És még mielőtt Fodor József következne, azt is szeretném bejelenteni, hogy egyébként hagyományos módon, szokásos módon természetesen az önkormányzat készült minden hölgynek egy szál rózsával, amit a műsor után, a műsor végén fognak megkapni az itt jelenlévő férfi tagjaitól a képviselőtestületnek. Most pedig akkor nagyon jó szórakozást kívánok. Elsőként következik Fodor József. Thank you.
lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik szerettek, úgy hiszem, most sem tudom, végül miért hagytak el. De téged most már tiltelek, szeress úgy, hogy jó legyek, őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az évszakok, rossz idő, szép napok, jöjj hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el. Változnak az évszakok, jó idő, rossz napok, jöjj hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el. Máshogyan, ma egyik is, másik is, messze van. S véletlen úgy lehet, de téged már féltelek. Őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az évszakok, rossz idő, szép napok, új hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el. Változnak az évszakok, jó idő, rossz napok, új hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el. Bárhol is legyen, a szívem rá talál.
sem várom a szobát, nélküle üres a jövő, számomra nincsen más, csak ő. Ége a földön a fő, csak a nő, 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 nő. Barna, szőke, csinos úrnő, tüzes asszony, leány, epedő, vakmerő, reszkető, picsegő, nevető, egyformán ragyogó a nő. Mit holnap ki, mindenki is senki, ezer szezi a nő. Emberiség megtestesítői, noha, itt ez természetes módon, ez titokban teszik, és uralkodóvá emelik őket. Mostanra azonban elérkezett az idő, hogy nyíltan is felvállalják az uralkodást, de a férfiakkal együtt, és nem ellenek. Elénekeljük azt, hogy milyenek vagyunk mi valójában, és hívjuk segítségül. Na melyik operettet? Így van, Csárdás király. De bűnösök vagyunk mi, mert éjszakázgatunk mi, s nem van bennünket tízkor még az ár. Elromlott város, erkölcseinkre káros, s az ellenáll a szívünkben beláll. Hogyha új leányba, az Orfi műsorában, mi már előre érte lángolunk. Oda finom itt a helyzet, csókacaj meg tarkatánc, és a jány, mint könnyű szerzet, még mit is kíván. Korunkat elfeledjük, egyéb bajunkkal együtt, mi helyt a jány, a kis simán, a táncba hív, mi nyomban táncolunk. Angyalom, a férfiakkal csapkodni jár.
és mondhatnám, hogy boldog a boldogok. Itt csak látszat, itt minden ember játszhat, szerelmi hős, ha arra kedve van. Itt a friss művészet, ez egyszer s mind művészet, ezt érdemes jól megtanulni átlazán. Itt unatkozás kizárva, ez egy nagyszerű világ, itt nem lehetsz sose várva, és a pú se lág. És ahhoz még a legfőbb, itt vannak mind a netnők, mint vár leáll, mint csókot áll, mint aranyos, gyönyörű is világ. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok! Tartsanak velünk hétfőn és szerdán 18 órától az ismétléssel, szombaton 16 órától pedig a külön kiadással. Viszontlátásra!